A Vidor Fesztivál programjaként megrendezett ingyenes családi napon már a program kezdetekor több mint 200 gyerek és felnőtt gyűlt össze a városközpontban. A 9 állomásos országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egymás megismerésének és elfogadásának fontosságára, valamint arra, hogy mennyi mindent adnak hozzá kultúránkhoz a különböző nemzetiségek. Nagyon örülök, hogy Nyíregyházára jöhetünk, és nagyon köszönjük ezt az önkormányzatnak és a Vidor Fesztiválnak. Egyrészt azért, mert ugye a Vidor Fesztivál eleve arról szól, hogy nevetés és jókedv és pozitív felfogás, és ez a téma igencsak igényli ezt a fajta hozzáállást, ez egyik. A másik meg, ugye hát itt azért ez a legnagyobb nemzetiségünknek elég szép számban élnek, tehát hogy őket nagyon is érinti ez a dolog, illetve az, hogy ez a fajta egy másért tevés és együtt gondolkodás, ez még inkább tudjon érvényesülni. Nyíregyháza alpolgármestere Úrich Attila a rendezvényen úgy fogalmazott, minden olyan dologra fel kell hívni a figyelmet, ami a megszokottól eltérő és kisebbségben van, ilyen a roma nemzetiség helyzete is. Meg kell ragadni minden alkalmat arra, hogy ezt valamilyen szinten kezeljük, valamilyen szinten megértsük, ez nagyon fontos dolog, illetve segítsük is. Nyíregyháza vezetése ezért gondolta azt, hogy helyet ad ennek a Színezd Át programnak, hogy akik itt vannak, romák és nem romák, bármilyen nemzetiségből is származzanak, tanuljanak egymástól, ismerjék meg egymást, a barátkozásra kezdődik az útnak az eleje. A családi napon a gyerekeknek páros játékokat szerveztek, festettek, kézműveskedtek, de akár logikai vetélkedőkön is kipróbálhatták magukat az érdeklődők. A kora délutáni futóversenyen pedig a nagy meleg ellenére több mint 300-an vettek részt. A napot egy roma musical zárta, aminek fellépői már délután is szórakoztatták a közönséget. Azért vállaltam el, mert álmom valósult meg, és azért, mert a darabnak valami hatalmas nagy ereje van, és nagyon sok olyan dolgot foglal magába a darab, ami nagyon nagy üzenet lehet ma a világnak. Legyen az elfogadás, legyen a tehetség elérése, a küzdelem, ez mind benne van ebben a darabban. A feladatokban romológus segítette a szervezők munkáját, akik a résztvevőkkel próbálták megismertetni a roma kultúrát és különböző jelképeit.